Sziasztok! A múltkori videóban bemutattam ugye ezt a Zenit fotópuskát, ami ugye egy klasszikus filmes fényképezőgép, egy jó nagy teleobjektívvel. akit érdekel, keresse meg a videót és nézze meg, akit nem érdekel, az meg pláne keresse meg és nézze meg, hát ha érdekelni fogja. És hát ennél a a fényképezőgépes videónál én emlegettem mindenféle misztikus dolgokat, ilyen záridő, meg blende és ehhez hasonlóak. Hát egy picit arra gondoltam, hogy akkor ezekről beszélgessünk röviden. Én nem vagyok fotós, hosszú évek óta nem is fotózom nagyjából a mobiltelefonon kívül. Ez a viszonylag gyenge kis bridge gépen van, ez egy Nikon P520-as, többsebből a torkal érzik, de meg fogjuk azért nézni a, a fényképezőshez szükséges három alapvető dolgot, hogy melyik mit jelent, és egymásra milyen hatásai vannak, tehát milyen összefüggés van közöttük. Ez ugye az ISO, a blende és a záridő, és hát itt rögtön rögtön már is egy picikét elakadhatunk, mert ugye a blendét azt szoktuk rekesznek és írisznek is hívni, hát videós nyelven inkább írisnek nevezünk, egyébként mind ugyanazt jelenti, úgyhogy majd meglátjuk, hogy melyik szó használatot fogom éppen használni. Gyakorlatilag most nem arról van szó, hogy majd hú, de megtanulsz fényképezni, mert ahhoz többek között jó ötlet is kell, jó ízlés, jó szem. inkább csak arról szól ez a videó, hogyha szeretném mondjuk a telefonodon manuálisan fényképezni, mert ugye a legtöbb telefonon lehet, ha más nem külső programmal mindenképpen, én is fogok majd mutatni telefonos képet, akkor tulajdonképpen azért melyik beállítás mit jelent? Hát egy ilyen technikailag jó képet tudjál nagyjából csinálni. Az azt jelenti, hogy a kép nincs úgynevezett alul és felül exponálva sem. Ugye az alul exponálás az az, amikor a kép túl sötét, a felül exponálás, amikor a kép túl világos. Ne agy Isten, a világos részek úgymond beégnek. Az, az egy ilyen összefüggő világos fehér pacát adnak, tehát nem nagyon kivehető már ott semmi a dolog textúrájából, hogy mi is az, csak egy ilyen nagy folt. Hát ezek mindenképpen kerülendők. Ezt a három dolgot fogjuk végignézni, tehát hogy mi az, hogy isó, mi az, hogy íris, és mi az, hogy záridő, és szép sorba fogunk haladni. Néha kik előtte még hivatkoznom arra is, amiről még nem volt szó, de légy türelmemmel. Tehát kezdjük az isóval. Az isó az gyakorlatilag a filmes világból érkezett, ugye ezekben a régi gépekben, amikben filmet használtunk, a filmnek volt egy úgynevezett fényérzékenysége. Ez azt jelentette, hogy az adott filmtekercs, az mennyire érzékenyen reagál a fényre, mint mondjuk a fájdalom küszöb, van akinek ugyanaz a szúrás, az egy cunyogcsíp, és van, aki meg ühölt a fájdalomtól. Tehát minél érzékenyebb a film a fényre, az azt jelenti, hogy hívás jött, az azt jelenti, hogy ugyanakkor a beérkező fénymennyiség a kevésbé érzékenyebb filmen kisebb világosságot ad, a jobban érzékeny filmen nagyobb világosságként jelenik meg ugyanaz a beérkező fénymennyiség, vagy hogy ugyanolyan világos képet kapjunk, ahhoz az alacsonyabb érzékenységű filmnél több fényre van szükség. Hogy több fényt hogy lehet elérni, annak sok módja van, nem csak az, hogy a környezet fényét növeljük természetesen, de erről majd később fogunk beszélni. Tehát nagyjából most már képbe vagyunk, az isó az mit jelent, és az a trükkös, hogy minél alacsonyabb az isószám, a film az annál kevésbé érzékeny. Magyarul egy 80-as isófilm, kevésbé érzékeny a fényre, mint egy 400-as. Hát ezen a régi gépen is lehetett isót állítani, de itt csak tájékoztató jellegű volt, hiszen megvetted a filmet, tipikusan 100, 200, ne 400-as isó, vagy 80-as isóértékű filmet, azt beleraktad, az isóérték nem volt változtatható. Itt azért van egy tárcsa, amin ezt lehet állítani, hogy mégis mekkora isóról beszélünk, és itt 25-ös isótól indulunk, és egészen 400-asig megy el, mert a fénymérő, hogy kis kimérte, ugye volt benne egy fénymérő, ha megnyomtuk, akkor mutattam, mutató, hogy elég -e a fény vagy sem, az ezt belekalkulálta a számolásba, tehát tudta, hogy milyen érzékeny filmet tettél bele, és azt szerint mutatta a fénymérő, hogy a kép alul exponált lesz, túl exponált lesz, vagy éppen jó lesz. Tehát itt a gépet tájékoztattad arról, hogy milyen érzékenységű filmet tettél bele, de a filmen nem tudtál változtatni, csak ha kicserélted egy másik filmre természetesen. A mai modern fényképezőgépeknél ugye egy elektronikus érzékelő van bennük, és hát itt is van egy ilyen isó érzékenység állítás. Általában a legalacsonyabb érzé érzékenységű isó érték az az, ami úgymond a saját értéke a fényképezőgépnek, tehát ez a saját tulajdonsága az érzékelőnek, de ezt lehet növelni, hát itt látható, hogy akár tartományokban, vagy akár fix értékekben is föl lehet növelni, hát ezt a konkrét fényképezőgépet akár 3200-ig is föl lehet növelni, tehát hogyha érzékenyebb filmre van szükségünk, akkor tudjuk növelni az ISO érzékenységet vagy meg lehet adni, ugye ezt intelligensen tud tartományokat, ahol egy megadott tartományon belül, jelen esetben ugye 80-tól 400-ig, vagy 80-tól 800-ig, ő automatikusan állítja az isó érzékenységet a többi kép tulajdonságainak megfelelően. Fölmerülött a kérdés, hát ez tök jó, hát akkor a kevés a -e fény, sötét helyen exponálunk, nincs elég napsütés, hát feltúrjuk az isót az égekig, aztán hajrá. Azonban az isó felnövelésének van némi problémája, mégpedig az, hogy ezzel növekszik a zaj. Tehát minél magasabb értéken fényképezünk, annál zajosabb lesz a kép, annál inkább elvesznek a részletek, annál inkább hát egy ilyen szemcsés képet fogunk kapni. Úgyhogy a helyzet az, hogy amennyiben csak lehetséges, igyekezzünk mindig a leges, 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 leges legalacsonyabb értéken fényképezni és ha a többi paraméterrel nem tudunk javítani a képen, meg nem tudunk pluszban világítani, hát akkor kezdjünk el csak az iso növelni, meg is nézhetjük, hogy miért. A legyen valami demonstráció is, készültem itt egy-két képpel, most itt se kompozíció, semmilyen ilyesmire nem kell figyelni, a lényeg az, hogy bejöttem és elkattintottam itt egy-két képet a szobában. Az első, amit ezen a képen meg kellene figyelni, hogy hát látszódnak itt a virágokon a porok, hogy poros a növény, azt, hogy ennek biztos nem fog örülni, hogy bereklámozom, meg látszódnak az erei a virágnak, hogy belenagyítok. És hát azért itt is viszonylag elkülönül jól a növény szára a cseréptől, ugye ez az eredeti mérete. És ha megnézzük a másik képet, akkor így átkattintottam, és sem homályosnak tűnik, de higgyük el, manuális fókuszom volt, ugyanott vagyunk. És ha megnézzük, hát bizony-bizony itt marhára nem látszódnak már annyira a részletek. És ha ide lejövünk a növény szállához, hát itt csúnyán pöttyös, kockás, cakkozott a széle. Hát ez vajon minek köszönhető? Na, így egy picikét talán jobban át fog jönni a lényeg. Vegyük észre, hogy ezt 80-as isóval készítettem, egy viszonylag... Alacsony isóval, ez a legalacsonyabb, amit a fényképezőgép tud. Hát az, hogy most az F8,1 meg az 1 másodperc, az mit jelent, ez majd később kiderül. Ugye az F8,1 az a blende, az 1 másodperc pedig a záridő, de most csak erre figyeljünk, hogy ez a kép 80-as isóval készült. A következő kép, pedig a lehető legnagyobb ISO értékkel, amit tud a fényképezőgép, ez az ISO 3200-as, hát ez ennyivel zajosabb, ótvarabb, ócskább képet adott. Ugye a többi érték is itt változott, 1 per 40 re változott, ez majd kifogdol, hogy miért, de ezzel tudtam elérni, hogy kb. ugyanolyan fényességű, ugyanolyan exponált képet kapjak, úgy, hogy az isó értéket közben változtatom, és hogy gyönyörűen látszódik a két isó érték között a különbség, na hát ezért érdemesebb, ö, alacsonyabb isó értéket használni. Itt is lehet látni, hogy ez itt 80-as isónál ilyen, és izénél 3200-as isónál pedig egy ilyen szörnyen zajos, zavaros szemcsés valami. Oké. Okay. A másik dolog, ami múlik, adott esetben, hogy egy kép az mennyire lesz túl alul exponálva, az, hogy mennyi fény jut be a fényképezőgépbe. Ugye az egyik az érzékenysége volt a filmnek, vagy fényképezőgépnek, hogy mennyire érzékeny a fényre. A másik, amin befolyásolni tudjuk, hogy oké, okay, de akkor mennyi fény jusson be. Na, erre való a rekesz, blende vagy íris. Itt látjuk az optikát, jelen esetben ezen most a, a blende, az teljesen nyitva van. Itt hátul van egy gomb, ezt meg kell nyomnom ahhoz, hogy az aktuális állapotot mutassa, látjuk, nem történt semmi, ugye? Most megpróbálom úgy, hogy nyomva tartom a gombot, és úgy tekerem a blendét, hogy látszódjon. Hát ez nem biztos, hogy fog menni így. De igen. Látjátok? Záródik. És nyitódik. Tehát le tudom szűkíteni a bejövő fény mennyiségét. Tehát a blendével tudom szabályozni azt, hogy mennyi fény menjen be. Ennek úgy működik a számolása, hogy minél alacsonyabb ez a szám, ez tipikusan az F szám, annál több fény jut be az optikába, és minél magasabb ez a szám, annál kevesebb fény. Jelen pillanatban itt a legalacsonyabb szám az 2, tehát F2 a legjobb érték, hát attól függ, milyen szempontból, a fény váramlásának szempontjából, tehát ilyenkor itt van a legtöbb fény, F2, ha pedig áttekerem. 16-osra, megnyomom a gombot, akkor láthatjátok, ilyenkor jut be a legkevesebb, ilyenkor záródik a blende legjobban. Értelem szerint, ha több fény, nagyobb a blende, több fény jut be, ha kisebb, kevesebb fény jut be. Egyébként ezeken mind rá van írva, hogy mekkora a fényértéke, ugye ennek gyakorlatilag itt rá is van hogy kettes, tehát a legjobb esetben is F2-ről indulunk, hiszen az objektíveknek van egy saját fényértéke, már végképpen nem akarom belekavarni most az életet. Egy a lényeg, ez az F szám minél kisebb egy adott optikán, annál több fényt enged be a fényképezőgébe teleobjektívnek tipikusan ez rosszabb szokott lenni, 3, 4, 5, 6, attól függ, akkor a teleobjektív, nagy pedig általában alacsonyabb, de egy a lényeg, ezt lehet állítani. Magyarul, hogy ha azt szeretnénk, hogy kevesebb fény a fényképezőgébe, akkor csak annyi a dolgunk, hogy zárunk a blendén, tehát ebből a kettes irányából, a 16-os irányából elkezdünk haladni, és hát attól függ, mennyire kell bezárni, mennyire szeretnénk bezárni, bezárhatjuk. Tehát ezzel uh, elérjük azt, hogy uh, Kevesebb fény jusson be a fényképezőgépbe. Azonban a blender nyitásának és zárásának van még egy másik mellékhatása is, úgyhogy erre egy picit a végén fogunk visszatérni. Megnézzük a harmadik összetevőt, ami múlik a kép. Tehát volt egy, hogy mennyire érzékeny a film vagy maga a fényképezőgép a fényre, a másik összetevő, hogy mennyi fényt engedünk be, mennyire van kinyitva vagy becsukva a blende, a harmadik, hogy ezt a fényt mennyi ideig engedjük be a fényképezőgébe értelemszerűen minél hosszabb ideig engedjük be a fényt a fényképezőgépbe, hát annál több fény jut be rá, tehát annál világosabb lesz elméletileg a kép, ha az összes többi paraméteren nem változtatunk. Na hát az, hogy mennyi ideig jut be a fény a fényképezőgépbe, azt az úgynevezett záridővel lehet befolyásolni. A záridőt azt itt találjuk, hát ezen a régi fényképezőgépen 1 per 30-as a leghosszabb záridő, és 1 per 500-as a legrövidebb záridő, illetve van egy úgynevezett B záridő. B záridó esetében, hát ő például nem tud B-t, B záridő esetében annyi ideig kap fényt, ameddig nyomva tartjuk a gombot, tehát vagy egy távkódóval ezt intézünk, tehát magyarul akár percek, órák, ami eszünkbe jut, de a leghosszabb záridőt úgymond automatikusan kezel, az a 30-as záridő, Figyelj, most fog 1 per 30-ig, és ez pedig az 1 per 500. Nagy különbséget nem lehetett hallani, de van különbség. Az egyik esetben ugyanis a másodperc 1 per 30-ad részéig volt nyitva a film számára a fényképezőgép, ugye a zár. A másik esetben, és itt jön az érdekesség, hogy hiába nagyobb a szám, ez valójában rövidebb záridőt jelent, ugyanis ilyenkor a másodperc 1 per 500 század részéig volt ö, nyitva a, a, a zár a, fény, a, a film számára, tehát ennyi ideig érte a kívülről bároló fény a filmet. Tehát jegyezzük meg, ez a szám minél nagyobb, az annál rövidebb időt jelent, hiszen ez 1 per 500, tehát 1 per 500-ad másodperc, ez pedig 1 per 30, tehát 1 per 30 cad másodpercig van nyitva. Értelemszerűen akkor most már összerakhatjuk nagyjából a képletet, hogyha minél érzékenyebb a film, és a többi érték nem változik, tehát minél nagyobb az isó, annál fényesebb lesz az elkészült kép, vagy annál kevésbé ö, fényes körülmények között is, világos körülmények között is el tudjuk készíteni a képet, minél hosszabb a záridő az szintén azt jelenti, hogy annál fényesebb a kép, vagy annál keves, kevesebb fénynél is tudunk jó képet készíteni, és minél inkább nyitva van a blende, az is azt jelenti, hogy annál fényesebb a kép, vagy annál sötétebb környezetben is tudunk még képet készíteni. Azonban a történet nem ilyen egyszerű. Ugyanis a helyzet az, hogy még ezek egymástól függenek. Az isóról már beszéltünk, hogy ez miért probléma a növeljük, tehát igyekezzük alacsonyan tartani. Hát a másik kettő az azért elég sok játékra ad okot, illetve annak vele kötelezettségeink is. Az egyik, hogyha kézből fényképezünk, akkor ha ez a záridő túl hosszú, tipikusan 1 per hát kinek milyen a keze, mennyire nem remeg, de tipikusan egy átlagos objektívvel ilyen 1 per 125-ös időt azt kézből ki lehet tartani, anélkül, hogy elmozdulna a kép. Ugyanis, hogy a fényképezés közben, mikor lenyomjuk az exponál a gombot, beremeg a kezünk, vagy mozgunk, vagy levegőt veszünk, vagy ilyenek, akkor a kép az gyakorlatilag elmosórót, lesz, hát attól függ, hogy mennyire vagyunk parkizonosak, vagy mennyire mozgunk, de gyakorlatilag a kép az el fog mozdulni, tehát fotózási hiba lesz fönt minél nagyobb objektív van rajta, ez annál hosszabb, vagy annál rövidebb záridőre is érvényes, tehát egy nagy teleobjektívvel simán lehet, hogy 1 per 250-es záridő az, amivel tudunk csak úgy fotózni, hogy ne mosódjon el. Ha annál hosszabb záridővel fotózunk, akkor el fog mosódni a kép. Ha valakinek nagyon-nagyon stabil a keze, hát én ifjú koromban tudtam ilyen 1 per 50-es záridőkkel is fényképezni simán normál objektívvel, de egy a lényeg, hogy az áridőt azt nem növelheted a végtelenségig, mert ha mondjuk neked kijönne az, hogy alacsony isont egy megfelelő nyitott blende érték mellett, és így neked az áridő úgy jön ki, hogy a, a, kép az akkor lesz jó, a kettő másodperc, hát kettő másodpercet nem fogsz tudni kézből megtartani, ilyenkor állványra van szükséged. Tehát az áridő módosításának van egy ilyen problematikája, hogy hát akkor egy stabil pozícióban kell tartani a géped. De! a témától is függ, illetve a témához való hozzáállásodtól. Ugyanis ne felejtsük el, ennyi ideig van nyitva a zár, ennyi ideig megy be a fény a fényképezőgépe, azaz ennyi ideig látja a világot a fényképezőgép. Ha ez az idő rövid, akkor egy nagyon rövid pillanatot lát a világból a fényképezőgép, ha ez az idő hosszú, akkor hosszabb időt lát a világból a fényképezőgép, ebben meg lesznek következményei amíg csak egy álló virágot kell fölvenni szélcsendben, semmi probléma nincsen, de abban a pillanatban, amint a tárgyunk mozog, fényképünk alanya, nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen záridővel vettük. Egy gyorsan száguldó autó, egy repülő, egy folyó víz akár, hogyha rövid záridővel fogjuk venni, akkor gyakorlatilag megmerevedik az a parányi pillanat, nem lesz elmosódva a mozgás. Ha hosszabb záridővel veszük fel a gyors mozgást, akkor az a gyors mozgás el fog mosódni. Attól függ, mi a képünk célja, mit szeretnénk, de ezzel kalkulálni kell. Következő kép a záridőt szeretné bemutatni. Szerencsére fújt odakint a szél, és van egy ilyen szélforgó letéve így Zoé kutya sírjánál. Ehhez mentem ki, és hát erről készítettem fényképet. Először egy 1 per 8-as záridővel, tehát a másodperc 1 ad részéig ugye kapott fényt a fényképezőgép. 80-as isóval, és 7,8-as rekesszel. Öh, és itt is láthatjuk, hogy a szélforgó az gyakorlatilag elkenődik, sőt, ha belenagyítunk a képben, akkor azt is láthatjuk, itt például fönt, hogy mintha a fűszálak bemozdultak volna. De elárulom, álványom volt, nem mozdult be, ezt onnan is lehet látni, hogy például a kerítés sincs bemozdulva. Viszont nagy különbség az, hogy a vaskerítés az le van betonozva, tehát nem tud mozogni, a fűszál viszont tud mozogni a szélben. Na ezért, mert mivel fújt a szél, olyan hosszú expoidő volt, hogy még a fűszálak is belemozogtak, nem csak a szélforgó lett ilyen elkenődött, pörgő valami. Jó, most egy per nyolcad ö, záridővel dolgoztunk. nézzük a következő képet. Hát ez már egy per száz, tehát a másodperc század részéig volt nyitva. A helyzet az, hogy itt már a fűszálak, mondhatjuk, hogy rendben vannak, nincsenek el látványosan elmosódva, ez itt elől nincs fókuszban, azért van egy ilyen homályos gazszál, ez nem is nevezném fűszálnak, de a fűszálak azok már nem mosódtak el. A szélkerék szinte felismerhető, hogy szélkerék, de egy picikét még azért úgy el van kenődve. Éppen ezért ebből készítettem egy harmadik változatot is, ahol már a szélkerék áll, de higgyük el, ugyanúgy forgott, viszont ez már 1 per 300 20 készült, tehát a másodperc 320 részéig volt nyitva a zár, és hát ez alatt nem volt ideje elmosódni, elkenődni a dolognak, hiszen nem forgott annyira gyorsan. Lenne olyan gyors mozgás, ami ezzel is el, elpörögne, de a szélkerék az nem ilyen. A hosszú záridőt egyébként sok mindenre lehet használni. Most én hirtelen nem találtam meg azt a képet, de csináltam egy képeket, csináltam egy jó néhány éjszakai képet annak idején, még ilyen két-három perces expo időkkel papírra ezzel a zenittel, éjfélkor gazdag rét. és nagyon jó volt, mert a világos volt a kép, mint a nappal lett volna szinte, csak zöld színű volt, mert a lámpák adták azt a fényt, és alulról jött a fény, nem felülről. De azért most mutatok egy-két olyan képet, ahol játszottunk ezzel a hosszabb záridővel. Itt a Tanya Channel Facebook oldalon. Az egyik kép, ez mobiltelefonnal készült, letámasztottam. Itt is egy picit kenődik a víz már, tehát látható, hogy itt sem áll meg a víz, de a következő kép lesz ebből a szempontból durvább, ugyanis itt olyan, mintha körúszna a víz fölött, de nem, ez oly hosszú expo idő volt, azt hiszem talán 30 másodpercet tud a telefonom manuálisan, úgyhogy ez azzal készült, hogy a sok hullámzásból egy ilyen ködös dzsúva lett, de lehet látni, hogy a bójának már volt ideje elmozdulni. Ezen a képen meg nem volt ideje elmozdulni, tehát ez a, ez a különbség, ez egy hosszú záridővel egy ilyen ködös dzsúva készült belőle. Vagy itt egy másik kép a Tanya Channel oldalról, Hát ez is hosszú expoidővel készült, nem rá lett ide ez a TC felirat, nem, ez csillagszóróval készült. Nem tudom már, azt hiszem, itt is 30 másodperc volt talán az expozíciós idő. Hát az lett volna a feladat, hogy a többiek nem mozduljanak be, ezt nem sikerült teljesen, itt ez a dupla fejből látható, csak a kezük mozogjon. De itt a csillagszóróval gyakorlatilag ők leírták ezt a TCF feliratot, és Hát ennyi. Ezt kézből fotóztam, úgyhogy a kép is elmozdult innen. Ez látszik a karácsonyfán is. Ez csak a múka faktor volt. Igazán csak így demonstráltuk, hogy lehet ilyet is, mert volt egy ilyen karácsonyi képfelhívás, mert itt karácsonykor csináltunk egy másikat is. Ez pedig a karácsonyfa volt, és forgattam körbe a fényképezőgépet, vagyis a telefont, miközben hosszú expo idejőre nyita volt ugye az ár, és akkor emiatt végig itt beleégtek a, a, képbe a karácsonyi a fényei. Szóval rengeteg mindent lehet játszani az a áridővel. És hát akkor itt van ugye a blende, a, a harmadik dolog, amiről ö, szó volt. Hát a blendét sem nyitogathatjuk, csukogathatjuk büntetlenül, ugyanis ö, a blende minél inkább nyitott állapotban van, tehát minél inkább több fényt engedünk be, annál inkább csökken az úgynevezett mélységélesség. A mélység és élesség az azt jelenti, hogy én fogok egy tárgyat, ráállítok egy fókuszt, beélesítem. Szóval, ha van egy tárgy, amire ráállítom az élességet, és azt mondom, hogy ez az éles a képen, akkor a mélység élesség az azt jelenti, hogy ehhez a tárgyhoz képest, mondjuk a tárgy mögött még melyen mik azok a dolgok, amik élesnek látszódnak. Ugye minél nagyobb a mélység élesség, annál több dolog lesz még a tárgy mögött is éles, minél kisebb a mélység élesség, hát annál kevésbé lesznek élesek. Amögött a tárgy mögött a dolgok, amire állítottuk a fókuszt. Ez egy F7.7-re nyitott, vagyis mondhatni zárt rekesz, tehát eléggé e, zárt a rekeszünk. Ez azt jelenti, hogy viszonylag nagy mélység számítunk. Hát itt ezen a méregre volt, nagyjából húzza a itt a középső tárgyra. Itt látható, hogy az asztal elején sem túl éles már, a háttér sem túl éles már, de ennél rosszabb lesz a következő kép ahol ez hatványozottan igaz, itt hagytam a fókuszt, de a háttér sokkal élettelebb, viszont látható, hogy 4,4-esre van nyitva a blend, de hát ebben a zoomálásban ez volt a legjobban kinyitható állapot, és nézzük csak meg újból váltok a két kép között. Látjuk, itt az első kép rögtön élesebbnek tűnik a második után, az asztal is, meg a háttér is, és ez a nyitottabb rekesz, tehát sokkal kisebb a mélység élesség. De megnézzük egy másik variációt, itt nagyjából itt van az élesség az asztal elején, de még ez az edény is élesnek nevezhető, hát ez az edény már nem, ez egyáltalán nem, és hát a háttér sem, ez egy F3-as rekesz, tehát egy teljesen nyitott rekesz, és most zártunk a rekeszen a következő gépen, és bizony érezhető, váltuk a kettő között, bizony nézzük a hátteret, ott látszik legdrámaiban. Sokkal élesebb a háttér a zárt rekeszsel, és ha megnézzük ezt a mérget, hát bizony a méreg is sokkal jobban olvasható, mint az előző állapotban. Tehát már ott is nagyobb a. a ugye ez volt az eredeti. A nyitott rekesz, itt ennyire olvasható a méreg fejirata, ha pedig átváltok, hát bizony itt még ez olvasható. Tehát gyakorlatilag a mélység élesség az azt jelenti, hogy az adott tárgyhoz képest még mekkora az élessége. Ugyanoda volt állítva a fókusz, ide nagyságrendileg, és láthatod, hogyan változott attól függően, hogy a blende mennyire volt nyitva. Itt ugye lehet látni a blende értéket oldalt. Ugye ahhoz, hogy a a blendével tudjak játszani. Az isó az mind a két esetben százas isó volt. Hát egy, mit, mit, tudtam akkor állítani? A záridőt. Az egyik az 1 per 800 zár záridővel volt, ugye a nagyot nyitott blendével, rövid ideig engedtem be a fényt a fényképezőgépbe. A zárt blendénél viszont 1 per százat kellett használnom, tehát itt ugye F8,3, tehát a lehető legjobban bezártam a blendét, itt viszont kénytelen voltam ahhoz, hogy a kép ne legyen túl sötét, 1 per 100 záridőt használni. Láthatod, nagyjából a két kép ugyanoda van exponálva. Ez a kettő között a különbség, hogy záridő és rekesz. És hát ebből már a mélységélesség már is változik, tehát attól függő, hogy mit akarunk, ezzel is lehet vagy kell játszani. Nagyjából a három összetevőről ezt kell tudni, és akkor ezekkel kell játszani. Tehát az isót azt ugye igyekezzük mindig a legalacsonyabbra venni, és akkor attól függően, hogy mit szeretnénk, milyen mélységélességet, vagy szeretnénk hogy elmozdulás legyen, az szerint lehet variálni a záridőt és a blendét. És hogyha egyszerűen úgy jön ki, a záridő és a blende variálása, hogy kénytelenek vagyunk az isón emelni, mert mondjuk egy gyors mozgást szeretnénk fölvenni, ahol fontos, hogy nem osódjon el az a mozgás, hanem így megfagyjon ez a történet, akkor adott esetben lehet, hogy kénytelenek vagyunk az nem emelni, ha ez maximumra kinyitott blendénél sem ad egész jó, elég jó eredményt. Ha, ha fontos a nagy mélységélesség, és ezért kénytelenek vagyunk zárni a blendét, de ugyanakkor még mindig nem szeretnénk, hogy mondjuk elmosodjon, vagy elmozduljon, mert kézből fényképezünk, akkor megint kéntek vagyunk hozzá az isóhoz, de ha lehet, azt próbáljuk alacsonyan tartani, és a blendével és a záridővel játszorozza, próbáljunk ki egy olyan képet létrehozni, ami, ami megfelel az elvárásainknak, ezzel játszorozni kell, kísérletezni kell, aki fényképezésre adja a fejét, az, az, biztosan egy jó pár képet el kell lőjön, mire ráír ez erre a dologra. Ugye ezen a fényképezőgépem a blendét és a záridőt is lehet manuálisan állítani ezzel a kettő tárcsával. Ha megnézzük, akkor itt ugye a legjobb blende érték az f3, tehát ennek rosszabb a, a fényessége ennek az optikának, mint annak. Ugye ezen egy zoom objektív van, az mindig rosszabb, és egészen... F8,3-as rekeszig lehet elmenni, de hogyha én ezzel elkezdenék egyébként zoomolni ezzel az optikával, akkor az a helyzet, hogy az alsó érték, mivel minél jobban bezumolok valamibe, az alsó érték az annál kevesebb lesz. Most már csak 5,9-esre keszik tudok elmenni, tehát úgymond leginkább benagyítva, bezumolva, már 5,9-es a legjobb rekeszérték, és hogyha elkezdek távolítani, tehát egyre inkább nagy látószögűvé változtatni az objektívet, látjuk, akkor ez már lemegy egészen F3-asig. Jó, tehát ennek ez az értéke, a záridőt azt pedig itt tudom fönt tekergetni. Záridőben ennek a legrövidebb zárideje az 1 per 2000, tehát 1 per 2000-re tud. Hát a leghosszabb zárideje azok másodpercek lesznek 1 per 5, 1, tehát most vagyunk kerek 1 másodpercnél és azt hiszem 30 másodperc vagy 8, ennek 8 a leghosszabb zárideje, tehát 8 másodperc a leghosszabb záridő, amit ezen el lehet érni. Ha lesz rá igény, akkor szívesen csinálok még ilyen fotós videókat. Leginkább akkor lesz ez érdekes, ha sikerült beszereznem egy használt Canon 600D-t, most ez a tervem, amikhez tudnám használni a meglévő optikáimat is némi átalakító segítségével. Leginkább videózni akarok egyébként vele, de akkor ejthetünk fotós témákat is a csatornán. Abban a reményben, hogy legközelebb nem lesz ennyi hívás, mert így nagyon nehéz összeszedetten videót készíteni, hogy kettő perceként csörög a telefon. De hát ez van, még nem vagyok főállású youtuber, úgyhogy kénytelen vagyok a munkával is foglalkozni. Nem lehetek mindig itt veletek. Sziasztok!